Köszöntöm nézőinket, Csobán Katics Bernadett vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Bonyhádi Naplóban. Köszöntés nőnap alkalmából. Gőzerővel zajlanak az utcafelújítások. Verszenei utazás a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A Perccel emlékszobába látogattunk. Képi világom címmel nyílt kiállítás Bonyhádon. 1917 óta minden év március 8-án világszerte megünneplik a nőket. Ez a nap a hölgyek iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Bonyhádon a szokásoknak megfelelően rövid ünnepséggel köszöntötték a meghívott lányokat, asszonyokat. A recept adott. Vigy egy ünnepi szónokot, akit szívesen hallgat a meghívott publikum. Hívj egy előadót, aki közismert és a dalait szeretettel hallgatják. Árazd el figyelmességgel a meghívottakat, és elmondhatod, jó programot szerveztél. Ezt a receptúrát követték a Nemzetközi Nőnapon is Bonyhádon. A szónok Patápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Bonyhád korábbi polgármestere volt, aki az alkalomnak megfelelően humorral fűszerezve köszöntötte a nézőteret elfoglaló hölgyeket. Nem tudom, önöket mennyire háborítja ez fel, a reklámokon kívül, ami ott is egy csomó, szerintem nőket sértő reklám van, de ez egy másik dolog, tehát sorolják fel a kisebbségeket, és a végén hozzáteszik is a nők. És akkor elgondolkozom, hogy Magyarországon a férfiak aránya kb. 48% és a hölgyek aránya meg 52%. Tehát semmiféle módon ez a megközelítés nem jó, mert ilyen módon szerintem teljesen bodor dolog szétválasztani a nőket meg a férfiakat, hiszen az embereket, az emberiséget, a hölgyek meg az urak együtt alkotják, így vagyunk emberek. Maga az ember szavunk is egy összetett el, és már elfelejtettünk, de ez egy összetett szó. Az M az megtalálható, tehát az M előtag, az megvan az emőkében, emesében, emsében, emlőszavunkban, ami utal a hölgyekre, és az R végződés pedig a férfi szóban van meg. Tehát az ember szavunk is az ős magyar nyelvben azt jelentette, hogy egy hölgy, ott is elő volt a hölgy egyébként, egy hölgy és egy férfi alkotja az embert, és ez így van helyes, és teljesen mindegy, hogy mekkora az arány a társadalmon belül a hölgyeknek, és mennyi a férfiaknak. Amelyik családban nincs jó értelemben vett nőuralom, ott valami probléma van, tette hozzá Potápi Árpád János, aki Filóné Ferenc Ibolya polgármesternek átadott virágával köszöntött minden hölgyet a teremben. A recept folytatásában megfogalmazottak alapján lépett színpadra Kocsis Tibor, és adott sikeres koncertet. Amire vágyok, egyetlen szóba belefér, s kárpótol mindenért. Füledbe súgva, bőrödön putma vég, hangomtól megbizsereg, szívedben minden ideg. Soha nem látott útfejlesztésekről beszélt Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere még év elején. A város 206 millió forint kormányzati támogatást nyert a feladatok ellátására. Az első ütemben kijelölt lakóövezetekben már a munkagépek vették át a főszerepet. Az elmúlt év végén számolhattam be arról, hogy már csak az időjárás az akadálya annak, hogy megkezdhessünk olyan útfelújításokat Bonyhádon, amit már nagyon sokan régóta várunk. 206 millió forintos támogatásban részesültünk Magyarország kormányától, hogy Bonyhádon 5 utca újulhat meg teljes hosszában, új aszfaltréteget kapva, és minden egyes beszerzést lefolytattunk már, gyakorlatilag a forrás rendelkezésre áll, ezért tényleg csak az időjárás volt eddig az akadálya annak, hogy nem kezdhettük meg ezeket a felújításokat. Most azért állunk itt a Jókai utcában, mert a héten még megtörténik a munkaterület átadása, és első ütemben a Jókai és a Hoffer Károly utca kerül felújításra, majd ezt követően az év során folyamatosan az ebben a csomagban szereplő másik három utca, konkrétan a Nádasdy utcának, a Táncsis utcának és a Vasvári Pál utcának történik meg még ez a felújítási sorozata. Filóné Ferenc Ibolya egy korábbi adásunkban jelentette be a fejlesztések elindulását.
Az időjárás is kegyes volt az építőkhöz, így a kivitelező a szerződésben foglaltaknak megfelelően elkezdhette a lebonyolítást. E pillanatban több utcában is folynak a munkálatok. Ez a Hoffer-Károly utca, ahol a kapubejáró kialakítása zajlik éppen. Jelenleg három helyszínen dolgozunk. Itt, ahol látjuk a Hoffer-Károly utcában, itt az előkészítési munkák már hamarosan a végéhez érnek. Dolgozunk a Nádasdi utcában, ott a csapadékcsatorna kiváltását kezdtük el, és elkezdtük a munkát a héten a Táncsics utcában is. Ebben az utcában teljes hosszúságban minden bejáróban új kászegélyt építünk, a sérült szegélyek helyén új kiemelt szegélyek kerülnek kialakításra, teljes felületen új aszfaltkopóréteg készül, illetve ahol a csapadékvizelvezetés eddig nem volt megoldott, ott új folyókarendszert fogunk kialakítani. Olyan utcákat választott a város vezetése, amelyekre nagyon ráfért a felújítás, mert a baleset veszélyesség határán voltak. Az elmúlt évben a képviselőtestület döntött arról, hogy természetesen a felmérések és a tapasztalatok alapján, hogy felállít egy sorrendet, hogy melyek azok az utak, utcák, amelyek felújításra várnak, és ebben a listában már azért egy-kettőt kipipálhatunk, de még azért hosszú ez a lista, és ezek voltak a felújítás sorrendjében a szükségességet, forgalmat is figyelembe vettük, természetesen alapvetően az utak állapotát, azt, hogy milyen átmenő forgalom van rajtuk, vagy milyen intézményeket szolgálnak ki, és ezek alapján született meg a döntés, és ahogy a források érkeztek hozzá, úgy lehet ezeket folyamatosan megvalósítani. Ez az utca, ahol most vagyunk, ez egy 400 méter hosszú szakasz felújítását végezzük. A Nádasdi utca hasonlóan 440 méter hosszban készül, Táncsics utca szintén ez a nagyságrend. A Jókai utca volt itt, ahol már elkészítettük az előkészítő munkákat, az pedig egy ilyen 250 méter hosszúságú szakasz. Ez pedig már a Táncsics utca, ahol a legtöbb munka várt az építőkre, de láthatóan jól haladnak, több helyen már az új járda kialakítása is megtörtént. A héten megkezdtük a Táncsics utca burkolat felújítási munkáit is. Az öt lakó utca közül itt történik a legnagyobb beavatkozás, mert itt úgy mondhatom, hogy faltól falig, tehát új járda, új szegélyek és teljesen új aszfalt burkolat kerül kialakításra. És hogyha minden jól alakul és megjönnek a jó idők, akkor terveink szerint március végére, azaz nagyjából három hét alatt itt is teljesen új aszfalt burkolaton és új betonjárdán közlekedhetnek az itt lakók. Az útrekonstrukció első üteme megközelítően 70 millió forintba kerül majd. A kivitelező azt mondja, ilyen építkezésekkor arra is nagyon odafigyelnek, hogy az alépítmények esetleges hibái is kijavításra kerüljenek. Verszenei utazáson vehettek részt azok, akik ellátogattak a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba, Pilinszky János életéről és költészetéről a Kosbor Trió és Turek Miklós előadásában. A sokszínű irodalom rendezvénysorozat célja a klasszikus és kortárs irodalmi értékek népszerűsítése. Különleges hangszereken csendültek fel középkori dallamok, mindehhez pedig Pilinszky János versei társultak. Turek Miklós versmondó és a Kosbor Trió verszenei előadását élvezhették a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba látogatók. Az alapfelállás, én abban nem voltam benne, mert nagyon pici voltam, azt szerintem 89-ben alakult, még a nagyon régi Kaláka Fesztiválon a Diósgyőri várban. Lett az 6-tagú, 7-tagú, aztán most éppen trió, néha ez is kiegészül, hát de tulajdonképpen úgy számoljuk, ez 32 éve létezik. Ez az állandó, hogy verseket, hogy éppen miket az változik, de vers megzenésítés az a közös nevező. Verset megzenésíteni mindig egy érdekes kihívás, tehát a vers az olyan, mint egy dalszöveg, és mégsem, tehát nem szabad beleesni bizonyos csapdákba, amiket ki kell kerülni, hogy túlságosan rá segítünk az értelmezést, mindig egy kicsit ellen kell tartani, ettől érdekes. Aztán a klisék kerülgetése, ez ebben a nagy kihívás, ebben az egészben.
az út lakulva siet, a rózsatő is ideges mosolyjal önmagával es. A trióban a szaxofonnyás ereje egészíti ki a landgitár lágyságát, a gadulka és a kavola érzékeny megszólalását az ütőhangszerek életereje teszi teljessé. A Kosbor trió világzenét játszik, de saját műfaját szózenének becézi, hiszen versekből indul, és a vershez tér vissza dalaik minden egyes hangja. Valóban zenélnek itt a Pilinszky szavak, dallamosan, ütemesen, olykor barbárul, ahogy ehhez a mennyet poklott járó költészethez illik. Pilinszkyt nagyon-nagyon nehéz megfogni. Tulajdonképpen azért is kezdtük ezt, hogy Pilinszkyt megzenésíteni, ami ennyire tömör anyag ezt így kibontani, és valamiféle elidegenítő, eltávolító effektust kerestünk ebben a dologban. És valahogy talán így sikerült a spiritualitás felé elmozdítani ezt a dolgot. Türek Miklóssal, és már nagyon-nagyon régóta ez így egyben egy est, egy ilyen vers zenei est. 2010-re vagy 2011-re emlékszem, nem, 11 volt az igen, amikor 90, Pilinszky 90. születésnapján, akkor rengeteget. Hát a tavalyi százon ugye annyit nem sikerült sajnos a vírus miatt, de azért akkor is volt egy-kettő, de mondjuk az elmúlt 10-12 év során hát rengetegszer, nem tudom megszámolni, hányszor adtuk ezt elő. Féregnek lenni mit jelent? Féregnek lenni mit jelent? Vágyakozni egy tekintetre, egy olyan hosszú, nyílt szembesülésre, ahogy csak Isten nézi önmagát. Talán inkább idősebbek járnak ilyenekre, de előfordult már, hogy fiatalok töltötték meg, még a régi budapesti Gödörben, amelyik egy legendás hely volt, ott például fiatalok töltötték meg. Amikor Budapesten kívüli helyszínekre érkezünk, akkor általában idősebbek jönnek, de néha iskolákba is megyünk, és olyankor az iskolások is hallgatják. Tehát végülis a gyerekekhez is eljut, hál' Istennek. A gyenge vagy, régen valakkor, ágyban, párnák közt, utca zajban, iszonyú lenne felriadnom. Bonyhád egyik építészeti különlegessége Percelmór szülőháza. Az önkormányzat egy sikeres pályázat eredményeként átépítette és felújítatta az ikonikus épületet. A beruházás befejezését követően nyílt kiállítás, mely végigkíséri a család történetét az utolsó családtagig, Percel Ágnesig. A nemzeti ünnep alkalmával mi is ellátogattunk a házba. A beruházás befejezését követően a Völcségi Múzeumban őrzött hagyatékból berendezték a Percel emlékszobát is. Amikor elkezdtem foglalkozni a kiállítással tavaly év vége felé, akkor dr. Dobos Gyula történészt kerestem fel, aki ugye a Percel család múltjával foglalkozott, múltját kutatta, és a Percelek című könyvet is ő írta. Ő állította össze a kiállítás tablóinak a tartalmát. Az utolsó Bonyhádon élő Percelhez is eljutunk a tablókon, Percel Bertalanhoz, akit a bonyhádiak nagyon jól ismernek, hiszen a római katolikus plébánián volt kántor egészen hosszú ideig, több mint 50 évig ellátta ezt a szolgálatot, ő 2007-ben hunyt el, és testvére, Percel Ágnes is megjelenik a tablón, aki szintén gyakran látogatott Bonyhádra, ő 2019-ben hunyt el. A kiállított tárgyak nagy része a Vasinszky-Mór megyei múzeum gyűjteményéhez tartozik, onnan kölcsönöztük. Ezután is köszönjük az igazgatónak, Odor János Gábornak a segítséget, továbbá Lovas Csilla múzeológusnak, aki a tárgyak keresésében, válogatásában, kiválasztásában segített, és még kiemelném Künzler Tamást, aki a Megyei Múzeum restaurátor műhelyében a bútorokat egytől egyig helyreállította, hiszen az idők során
sajnos megrongálódtak, és hát olyan állapotban voltak, hogy nem lehetett őket kiállítani. Kisebb része a tárgyaknak a Bőcségi Múzeum tulajdona, és a tablókon látható fotók, illetve dokumentumok pedig a levéltár, Tolna megyei levéltár tulajdonában vannak. Illetve van néhány fotó, amelyik még a Bőcségi Múzeum tulajdonában van. A szalongarnitúra a kiállítás egyik fő eleme, a Perczel családé volt és a Vosinszky Mód megyei múzeum őrizte. Innen került a kiállításba. A tárlat egyik kedves eleme egy családi ajándék. Díszes kis szekrényként nagyon érdekes kis tárgyat láthatunk. Ez egy szerelmi pavilon, vagy szerelmi ajándék, amelyet Perczel Dezső és felesége Perczel Júlia kaptak 25. házassági évfordulójukra. Azt azért tudjuk, hogy ők első unokatestvérek voltak, tehát Perczel Júlia Perczel Mór lánya volt, és csak külön pápai engedéllyel tudtak összeházasodni, de ez sikerült. Úgyhogy 7 gyermekük született, sajnos 2, Edith és Melinda fiatalon elhunyt, így a 25. házassági évfordulót 5 gyermekükkel tudták megünnepelni. Látható rajta a gyerekek neve, illetve egy kis szöveg, hogy drága szüleinknek 25. házassági évfordulójukra hálás szívvel. A kiállítás bővítés alatt áll, ám egy üveges szekrény már megtelt a család mindennapi használati tárgyaival. Pár gyertyatartónk van kint, egy nagyon szép díszes mokkás készlet, egy napóra Perczel címerrel, és több üveg, serleg, pohár, amelyek a Perczel családhoz kapcsolódnak, illetve még egy tányér, amelyen Perczel Mór arcképe is látható. Perczel Mór mindenképpen benne van a köztudatban, de itt a kiállításban megismerkedhetünk Perczel Bélával, Perczel Dezsővel, és egészen napjainkig elhozzuk a Perczel családot. Ez egyfajta új szint adhat a Perczel család történetéhez. Képi világom címmel nyílt kiállítása Monostoriné Kovács Máriának. Az alkotó elmondása szerint mindössze néhány éve kezdett el festeni, még keresi az útját, ami biztos, hogy kedvenc témája a természet, és kifejezetten szereti az élénk színeket. A tárlat április 1-ig tekinthető meg. Monostoriné Kovács Mária elmondása szerint 10 éve kezdett el festeni, előtte portrékat rajzolt. Nemrég csatlakozott a Bárka művészeti szalonhoz. Az alkotó úgy látja, sokat fejlődött azóta. Második önálló kiállítása Képi világom címmel nyílt meg Bonyhádon. A színességet. Így látom a világot. Szeretem az élénkebb színeket. Szeretem a tiszta színeket. Az az igazság, keresem, mert most nem mondom, körülbelül két és fél évet csatlakoztam a Bárkához. Imádom az erdőt, a tájat, aztán virágokat is nagyon szeretem. Anyukám nagyon szereti a virágokat, és neki is festettem többet, kislányomnak is, és aztán mindig úgy jön elém valami. És azt mindig próbálkozom. Még nem találtam meg pontosan, de most még próbálkozom. Keresem önmagam még, keresem azt a stílust, de próbálkozom több mindennel. Akvarellt is meg szeretném próbálni, mert most akrillal festek, és az olajjal is. Nagyon sok kollégámat láttam olajjal festeni, nagyon szép az is, és kihívás. Kihívás. Szeretem a kihívásokat, és szeretem, ha valami újat meg tudom csinálni.
Itt a főhelyen van egy olyan kép, amit egy széken van egy kancsó, és mellette a másik. Megkérdeztem, a Biszak László, ő a művészeti vezetőnk, és ő a mesteremnek mondom, és ez tényleg így is van. Sokat segít nekünk, és megkértem, hogy mentünk egy táborba, és kiválasztottam egy olyan 10 képet, és megkértem, hogy válasszon nekem, amit én meg tudok csinálni, egy párat. És akkor ránézett, és akkor rögtön egy 3-at kiválasztott. Hú, mondom, ez nem semmi, és ezt is kiválasztotta, és erre én várt. Hát mondom, én ezt nem fogom tudni, mert csak nem fogom tudni. És akkor megcsináltam a másik 2-t, és azt mondta, hogy jó lett. És akkor nekiálltam ennek, és akkor ez meg annyira nagyon érdekes dolog volt, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy megcsináltam. Tulajdonképpen siagárdi vagyok, vagyis voltam, mert most éppen elköltöztem, és ott volt az első kiállításom, és az volt a címe, hogy a hangulatok. Hát tényleg, amilyen hangulatom van, olyan képet csinálok, mert ez van, amikor 3-at, 4-et elkezdek, és akkor nem mindegyiket rögtön fejezem be, hanem félreteszem, és aztán utána megint előveszem, hogy hú, akkor most ezt, mert akkor már megint megjön egy olyan ikletém. Az alkotó azt mondja, most a legnagyobb kihívást a portréfestés jelenti számára. És elkezdtem egy képet, egy női alak, vagyis egy női arcot, egy ilyen szanaszét hajjal, és ott ezt a táborba kezdtem el, és akkor az egyik festőtársa mutatta, hát látták, hogy mit fest, és akkor mikor kész lettem, azt mondta, nem gondoltam, hogy meg tudod csinálni. Mert mivel, hogy nem olyan régóta festek, és azt mondta, hogy jó lett. Úgyhogy ez nagyon nagy dicséret egy régi festőtől. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!